Sziasztok! Ma ismét mutatok nektek egy láncfűrészt. Egy Meculok CS340 vagy C340 hobbi láncfűrész. Amikor voltam a Mészáros Tamás barátunknál látogatóba, akkor kiszúrtam a polcon, és megnézegettem, hát ugye egy újszerű kis gépről van szó. Tetszik, ugye én szeretem a kis gépeket is nagyon, és lecsaptam rá, azt elhoztam, mert amikor gályazgatok, vagy ilyen kisebb fákat vagdosok, vagy fel kell mászni valahova, vagy akármi, akkor kurva jók ezek a kis gépek, és ezt elhoztam. Ma fogok menni oda, ahol vágtam egy veszélyes fát ki, és a gálya még ott maradt. Azt ezzel akarom legaljazni, a maradékot, azt haza is hozzuk a tűzre. Annyit kell tudni róla, ez a Meculok CS340, ebbe egy 20 várna motor van, a pontosabban 20 várna 235 X-Torque motor. Itten egy kicsit más a elnevezéssel van az X-Torque, de ez a motor egy és ugyanaz, ami benne van. Teljesen ugyanúgy vannak a kezelőfelületek is, szivató ki, fölfele van a gyújtás, így áll le, ugye mutassa is a rajz, kis ablakocska az üzemanyagnál, primer pumpa, könnyített indítás, dupla rugós téma, jó nagy fékkar. A műszaki adatai pedig azt mondja 34,4 köbcentis, 1,3 kW, ami 1,74 lóerő, úgyhogy egy tényleg egy kicsi gép, egy kis hobbi fűrész, de célnak nagyon jó lesz gályozgatni, ilyesmi, úgyhogy mi mondjak még róla, azt mondja, hogy igen, 35 centis vágóhosszal van, egy 3/8-os, egy 3-as 52 szemes, hát ha jól látom, Oregon lánc van rajta, és már most akkor megyünk majd a fáért, a gajért, és ezzel akarom majd le gajazni, meg fogjátok hallgatni a hangját, meg hogy muzsikál ez a kis műszer, úgyhogy ott folytassuk. Na, megjöttünk a tetthelyre a kis géppel, elhoztam azért tartaléknak a nagyot is, ugye ezt vágtam ki, meg itt vannak ezek a gályak, ebből akarok gályazni vele, és egyúttal ki is próbálom, hogy milyen ez a kis Meculok láncfűrész, ezeket legaljazgatom vele, és megnézzük élesbe.
Na srácok, a kis megkulókból kifagyott az olaj, úgyhogy képtelen vagyok a nagy ördögfajzatta befejezni a gajazást, úgyhogy megnézzük őt is. Na, ez a művelet meg is van. Na, gyerekek, készen lett a gajazási hadművelet. Ekkora csomója van, millió gaja volt ennek a fának. De szépen összeraktam, ne legyen ott tudva, így illik. Ezzel a gaja meg azt baszagazdálja, amit akar. Azt nézitek meg, mennyi volt.
és van a gépjármű, megmutatom nektek, hogy mennyi kis rözmeő lett. Jó volt ez a kis McCulloch Chey 340-es, arra való, amire kitalálták gallyazni. Kis Magda ráló egyébként, de gallyazni nagyon jó. Hát ugye az meg egy profi gép, de kellett az is, és így, ennyi. Egy olyan 8-10 mázsa nyersen. Úgyhogy ez lett volna a McCulloch Chey 340 gallyazási akció. Úgyhogy szavaztok!